Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, ahol folytatjuk az SDCC utáni maratonunkat a megszavazott Hangya 3 videóval. Szerintem kezdjük is el, ne húzzok tovább az időt. A Hangya és a Darázs Kvantummánia 2023. februárjában, azaz közel fél év múlva jön a mozikba. Értelemszerűen sokat még nem tudunk a filmről, de mégis vannak információink. Elsősorban tudjuk ugye a címet és a főgonoszt is. A cím a Kvantummánia nevet kapta, ami arra enged következtetni, hogy sokkal többet fogunk megtudni a kvantumvilágról, mint az előző részekben. Aztán, ami még érdekes, hogy az a főgonosz ugyanis Kang lesz egy hangya filmben, hangya ellenségeként. Én szerintem picit más súlycsoport Kang, mint hangja, de meglátjuk, ez a Marvel, tehát simán lehet, tehát hangja egyébként meg tudná venni simán Thanos-t, mindenki tudja, hogy. Meglátjuk ezt, hogy fog kialakulni. A filmben egyébként elvileg több Kang variáns is fel fog tűnni, de erre mindjárt visszatérünk. Kang mellett további új szereplők jelennek majd meg a filmben. Fél új szereplőnk lesz Cassie Lang, aki most már nem csak sima mellékszereplő lesz, hanem ő lesz Stinger. Emellett legújabb értesüléseink szerint a Modok is fel fog tűnni a filmben. Ugye a Modok még filmben nem tűnt fel, de a nemrég kiadott Avengers játéknak ő volt a főgonosza, így nem lehet annyira ismeretlen sokak számára sem. A San Diego-i Comic-Conon bemutatásra került a Hangya és a Darázs új filmjének előzetese. Nekünk még sajnos nem elérhető, de kerültek ki nyilván leakek, és most egy jelenetre fókuszálnék, ami Kang mondata Hangyának. Megkérdezi ugyanis Scottot, hogy ő bosszúálló-e, majd Scott válasza után azonnal rávágja Kang, hogy öltelek már meg akkor korábban. Ez is azt sugálja, hogy a filmben több Kang variáns lesz jelen. Na és igazából ennyi lett volna a videó, ez most egy rövidebb videó, ugye mostanában az SDCC maratonunk is, meg úgy ámlok az elmúlt hetekben, ugye átálltunk egy kicsit hosszabb videókra, 3-4 perc helyett, 5-6 percesekre, lehet ez is túlnyúlik, de nem hiszem, mert most, hogy csak 2 percnél tart a felvétel, szóval ez is visszaáll most a 3-4 percre, ugyanis hát mi nem tudunk sokat a Hangyáról, de erről tudjuk szerintem a legtöbbet, mint a másik kettő szavazási lehetőség, hogy a Galaxy Őrzői 3 és a Marvel között lehetett volna választani, hogy melyik videóról legyen az én ismertető videó. Ugye ilyen fajta még a Thorról került ki, amikor még arról sem tudtunk semmit. Igaz, hogy az egyébként már sokkal közelebb volt a premierhez, ugyanis az azt hiszem április végén csináltam azt a videót, és július elején volt a premier, szóval ott sokkal közelebb voltunk a premierhez, mint most, mert most azért még van fél év, viszont szerintem hamarosan, valószínűleg a D23 után megkapjuk online is az előzetes, amikor természetesen részletesebben jön a trailer-remzés, ugye ezen kívül még volt egy Galaxy Őrzői 3 trailer, amiből több leak jön ki, de abból nincsen azért annyira nagy dolog, azt is nyilván ki fog elemezni. Ezen kívül ugye az SDCC maratonunkra visszatérve lesznek itt finomságok. Ugye tettem ki egy szavazást, hogy szeretnétek egy DC versus Marvel, és megpróbálom azt teljesen elfogultság nélkül készíteni. Most elmondom, hogy én a DC-hez rohadtul nem értek, ezért gondolkodok ahhoz, hogy esetleg ezt Ádámmal közösen csináljam meg, majd megkérdezem tőle, mert ő nagyon sokkal jobban érti a DC világát, viszont mindenképpen egy objektív és jó videót szeretnék elkészíteni a témával kapcsolatban. Viszont nem szeretném tovább húzni a szót, ezen a héten szerintem még biztos jön egy videó, de lehet kettő is. Most viszont én megköszönöm a figyelmet, további szép napot mindenkinek, sziasztok!